túrázásban a legjobban azt szeretem, hogy lentről, mikor nekivágunk a túrának, akkor mindenki egy hátizsákkal indul neki túrázni. Többnyire. Ha van egy kis eszed, akkor elindulsz egy hátizsákkal, amiben van egy kis kaja és egy kis víz. Viszont olyan, mintha abban a hátizsákban te fölcipelnéd a problémáidat, a terheidet, és amikor felérsz és megmászol egy magas csúcsot, akkor kicsit olyan, mintha letennéd azt a hátizsákot, és már anélkül mennél vissza. És teljesen kiszellőzik a fejed, átalakulnak a gondolataid, vagy jobb esetben nem is lesznek gondolataid. És a hegyről mindenki kicsit könnyebben megy le, mint ahogy fájban. A legmagasabb csúcsa az 1443 méter magas, és egy nagyon nehéz túrának számít. Pont ez a kihívás benne, hogy magas és nehéz, és amikor ott áll az ember a csúcson, akkor igazából borzasztóan büszke lehet magára, mert olyan úton megy végig, ami nem mindenki. Szóval, hogyha szeretnéd magad egy picit kirakni a komfortzónából, akkor bátran vágj bele, mert amikor ott leszel a hegynek a tetején, és elérted a legmagasabb pontot, akkor igazából nagyon büszke leszel magadra, és ott jössz rá, hogy te is képes vagy rá, és rohadtul sok erő van benned.